Ma este is, mint mindig, dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta fog beszélni, de még mielőtt átadnám neki a szót, szeretném megkérni arra is, hogy a germánygyógytudományról néhány gondolatot vezessen be, hogy ki is a germánygyógytudomány atyja, ki ez a Rikegert Hámár, akinek a hagyatékából fogunk ma este szemelvényeket hallani, látni, megtudni. Az agydaganatokról nagyon kevesen hallottunk, illetve nagyon félelmetes információkat kapunk a sajtóból, a médiából. Azt gondolom, hogy kicsit méltatlanul túlmisztifikáljuk az agydaganatok szerepét és helyét, és szeretném, hogyha ezt egy kicsit más szemszögből, más nézőpontból megnéznénk, hogy mit is jelentenek ezek a germánygyógytudományban. Szeretném, hogyha a germánygyógytudományról pár bevezető gondolatot mondanák el ezt a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen a értékes bevezető Trékának, és egy teljesen más felépítésű, és mégis nagyon hasonló webkonferenciát fognak most hallani a hallgatók, hiszen egy olyan előadással készültem, ami szó szerint Hámer doktor anyagát tartalmazza, azért is jelenik itt meg németül is a rövid információnak a német nyelvű meghatározása. Hála Istennek a Hámer doktor hagyatékát, anyagát azért sikerült összeszedni. Igaz, többféle nyelven, de hát fordítók vannak a világon. És most az ő szavaival szeretném a webkonferenciát végigmondani. Természetesen a megjegyzéseimről rögtön érezhető lesz, hogy ezt nem Hámer doktor mondja, és ezeket külön meg is fogom jegyezni. Azért annyit mindenképpen tudnunk kell dr. Rikegert Hámerről, hogy egy olyan fantasztikus orvos, fizikus, teológus volt, aki az élete tragédiájának köszönhette valójában azt, amit felfedezett. Vagyis a fia elvesztése okozott nála egy komoly heredaganatot 2 hónappal azután, hogy a fia a kagyai közt meghalt. Ez a döbbenetes élmény, ez képes volt arra, hogy 2 hónap múlva egy olyan szervi elváltozást hozzon létre a szervezetében, ami pontosan a vesztesség konfliktusnak felel meg, amint ezt ugye későbben Hámer doktor a tudományos táblázatban összeszedte. A tragédia 1978. december 7-én történt, és 79-ben pár hónap múlva Hámer doktort megműtik, kemosugárkezelést nem vállal. És elkezd gondolkodni azon, hogy kell legyen valami kapcsolat a fia halála és az ő, mondjam azt, hogy heredaganata között. Nos, ez a gondolat indította előtt a kutatásra, és mivel amúgy is egy nagyon fantasztikusan gondolkodó kutató orvos volt, találmányai után már jogdíjakat kapott, ezért kereste az összefüggést a lelki megrázkódtatás és a szervi elváltozás között. Ezzel rengeteg ember foglalkozik, ezotérikus könyveket találunk, de senki olyan tudományos táblázatot nem foglalt össze, mint Hámer doktor, amiben pontosan ott van, hogy mi az, ami elindít bennünk egy daganatos folyamatot. Ezt a rákvas törvényének nevezte, és aztán utóbb kiderült, hogy a rákvas törvénye ez az első számú biológiai természettörvény volt, ezt 1981-ben közölte a Tübingeni Egyetemen, és ebben leírja a DHS kritériumait, vagyis Dirk-Hammer-szindróma kritériumait. Ezeket a kritériumokat a halott fiára való tekintettel, Dirk Hámerre való tekintettel nevezte Dirk Hámer szindrómának. Nézzük meg, miről is van szó, hogyan indul el egy daganatos folyamat a szervezetünkben. Mindenképpen egy nagyon súlyos, váratlan, drámai, érzelmi konfliktusról van szó. És ilyet az életünkben ezután is meg fogunk élni, lehet nap mint nap. De a kérdés az, hogy meddig ülünk benne a konfliktusban, illetve mennyire magányosan éljük meg, mert ez a két tényező viszont tőlünk függ.
és ez fogja meghatározni mindazt, hogy mi fog történni a szervezetünkben, mert hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el, és mindig rögzülnek a konfliktus pillanatában azok a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek után a konfliktus nélkül képes ez az értelmes biológiai különprogram elindulni. Azért nevezzük értelmes biológiai különprogramnak, EBK-val rövidítve, mert mindennek, ami a szervezetünkben történik, értelme van, erre a továbbiakban rá fogunk jönni. Nos, Hammer doktor titézve, a rákos megbetegedés lelkünk, agyunk, valamint testünk betegsége. A betegség minden esetben követi a rákvas törvényét, amely kimondja, hogy minden rákos megbetegedés egy DHS-sel, Dirk-Hammer szindrómával kezdődik, egy nagyon súlyos, rendkívül akut, drámai és izolatív konfliktus élmény sokkal, amely az egyént derült égből villámcsapásként éri. Az agy a szervezetünk nagy számítógépe, a lélek a programozó, a test és a lélek együttese a számítógépünk, sikerszerve. Minden konfliktus meghatározott tartalommal bír, amely a DHS másodpercében definiálódik. Ez a konfliktus tartalom asszociatív módon alakul ki, tehát önkéntelenül rendelünk gondolatokat a történethez. Az egyén azt gondolja, hogy gondolkodik, de valójában a konfliktus egy másodperc alatt becsapódott, mielőtt elkezdett volna gondolkodni. A DHS pillanatában gyakorlatilag ezzel egyidejűleg egy külön program kapcsol be. A lélek és a test minden folyamata az aggyal van kapcsolatban, és az koordinálja azokat. A lélek, az agy és a szerv csak vélt különböző három szint, hogy képesek legyünk diagnózist elállítani, vagy valamiféle gyógykezelést alkalmazni. A valóságban ezek egységet alkotnak, amelyet három szinten tudunk nyomon követni, hiszen a DHS pillanatában már látjuk az agyban azokat az elváltozásokat, amelyekről számítógépes tomográfiánkkal, CT-vel felvételeket készítünk. Ezek a felvételek egy céltábla koncentrikus köreihez hasonlítanak, vagy egy vízfelülethez, amelybe egy követ hajtottunk. Egy ilyen relét Hammeri gócnak nevezünk. A Hammeri góc elhelyezkedéséből fény derül arra, hogy milyen biológiai konfliktus tartalommal bír. Megjegyzem itt ezen a képen, egy meldaganatnak a Hammeri gócát láthatjuk. A konfliktus lefolyása mindig megfelel a Hammeri góc lefolyásának az agyban és a szerven egyaránt. Ez azt jelenti, hogy ha a konfliktus felerősödik, egyre erősebb lesz a szervi válasz is. A konfliktus gyengülése esetén pedig a többi szinten is gyengülésre számíthatunk. Ha megoldódik a konfliktus, ez mindhárom szinten konfliktus megoldást fog okozni. Vagyis konfliktus megoldást jelent. De ha becsapódik egy konfliktus recidíva, azaz a konfliktus visszatér, akkor mindhárom szinten recidíva jelenik meg. Fantasztikus dolog ezen ismeretek alapján diagnosztizálni. Ezzel a rendszerrel, épp úgy, mint a fizikában, tökéletesen logikus módon reprodukálhatóan dolgozhatunk. Ez szigorúan természettudományos értelemben véve egy nagyon részletesen meghatározott rendszer, ugyanis ha ismerjük az egyik szintet, akkor ez alapján a többit megtalálhatjuk. Hammer doktor azt mondja, hogy a DHS becsapódása óta a páciensnek hidegek a végtagjai. Képtelen aludni és enni, veszít a súlyából, és éjjel-nappal a konfliktusa jár a fejében. Ez a fázis a konfliktus aktív stressz fázis, amit tartós szimpatikotóniának nevezünk. Ezt az állapotot ahhoz hasonlítjuk, mintha túlságosan nagy mennyiségű áramot nagy feszültséggel próbálnánk átnyomni egy túl keskeny vezetéken. Azonban ez a DHS, amely derült égből villámcsapásként ért minket, valójában egy esély, amelyet a természet ajándékoz nekünk, hiszen a DHS pillanatában egy külön program kapcsol be. A tartós szimpatikotónia által, amely lényegében egy tervezett folyamat, egyre inkább károsodnak az agyidegek kommunikációs csatornái. Emellett a ráknak köszönhetően a szerv megnagyobbodik, vagy összezsugorodik, hogy fel tudjon készülni a váratlan helyzetre. A konfliktus aktív fázis után a Hammeri gócban legalábbis számítógépes tomográfiát illetően semmi izgalmas nem történik. Kivéve, hogy a céltábla konfiguráció változatlan marad,
amint ezt itt a képen is láthatjuk. Azonban a valóság egészen más, és csak akkor tudjuk megbecsülni a keletkezett károkat, amikor sor kerül a konfliktus megoldására. Ezen a képen egy megoldott Igen. konfliktus, hámeri kócát látjuk? Pontosan azt látjuk, hiszen csak a gyógyulási fázisban tudjuk észrevenni a változás vagy a károsodás mértékét. A konfliktus megoldása utáni fázisban a szervezet nekilát a károsodás helyreállításának, legyen az sejtszaporulat vagy sejtvesztés a testben, és természetesen az érintett agyi relében is. Minél hosszabb ideig áll fenn a konfliktus, annál nagyobb mértékű lesz a helyreállítás. A konfliktus megoldás kezdetétől a szervezet újra átkapcsol a stressz fázisból a nyugalmi fázisba, amit vagotóniának nevezünk, lelki szinten immobilizálás történik a léleknek, ki kell pihennie magát. A páciens fáradtnak érzi magát, de jó az étvágya, a teste meleg, gyakran láz és fejfájás jelentkezik nála, a beteg jól alszik, de általában csak reggel 3 órától. Szervi szinten most a legfontosabb dolognak lehetünk a tanúi, a rák a fékre lép, vagyis leáll. Ekkor azonnal elkezdődik a rákos daganatok mikrobiális lebomlásával, a rákos nekrózis mikrobiális visszaépítésével történő helyreállítása. Agyi szinten ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy a hámeri góc ödémásodni kezd. Az agy egy különleges ellenálló erejének köszönhetően képes leszámolni a biológiai konfliktusokkal, ezáltal a megoldási fázisban meggyógyítja a hámeri gócot. A megoldási fázis második felében, amikor elkezdődik az epileptoid krízis az agyban, ártalmatlan agyi kötőszövet, úgynevezett glia halmozódik fel a hámeri góc helyreállítása céljából. Ha az agyi számítógépes tomográfián, CT-n a glia akkumulációkat találtak az agyban, amelyek még jódos kontrasztanyaggal is körülírhatóak voltak, akkor a diagnózis általában agydaganat volt. Az agydaganatok azonban meghatározásuknál fogva nem léteznek, hiszen az agysejtek nem képesek osztódni a születés után, még olyan feltételek mellett sem, amelyeket eddig agydaganatként értelmeztek félre. Egyszerűen tehát semmilyen körülmények között, ami sokszorozódni képes, az az ártalmatlan glia, az agy kötőszövete, amely ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, mint testünk kötőszövete, ezek a világos glia kondenzált hámeri gócok, amelyeket a számítógépes tomográfián találhatunk, a szervezet helyreállításai a hámeri gócon, ezért örömre kéne okot adniuk, nem pedig ijegységre vagy agyműtétre. Azonban az MRI technikának az a hátránya, hogy az organikus és az agyi változások optikailag gyakran sokkal drámaibbnak tűnnek, ezáltal a páciens felé azt a benyomást közvetíti, hogy hatalmas agydaganatot hordoz, amely ugyanazon páciens esetében sokkal kevésbé tűnik drámainak egy CT felvételen. Ez a hámeri góc tehát többé-kevésbé egy nagy fehér folt, amely a gyógyulás végét jelenti, amikor már nincs jelen intra- és perifokális ödéma. Azonban a helyreállítására az, hogy a hámeri góc szövete ezután kevésbé lesz rugalmas, a számítógép vagy úgy szólván még shift állapotba kapcsolt, vagyis ideiglenes helyreállításra került. A új medicina összegzett verziója 94-es kiadásából, amit a habilitációs eljáráshoz írt Hammer doktor, a Tübingeni Egyetemben 1981-ben adott le, ebből a habilitációs munkából a mit gondolunk az agyi daganatokról szóló rövid részt Réka fogja felolvasni. Miután felfedeztem a rák vastörvényét, hogy sok olyan kérdést kellett megkérdőjeleznem, amelyet korábban úgy tűntek, hogy a saját súlyuknál fogva megállnak a lábukon. Különösen ilyenek voltak az agydaganatok. Anélkül, hogy a szakterületen szakértőnek gondoltam volna önmagam, nem volt ismeretlen terület számomra. Valójában idegsebészeten, neurológián és pszichiátrián is dolgoztam egy ideig. A feleségem az agydaganatok diagnosztizálására végezte a doktori értekezését a karoti szangiográfia segítségével, ezért nem vagyunk teljesen profánok. Mindazonáltal soha nem jutott eszembe, hogy kételkedjek az agydaganatok létezésében. Melyik orvos merte
megkérdőjelezni azt, amit az idegsebészek és az anatomopatológusok ezrei diagnosztizálnak naponta, mint agydaganatokat. És olyan abszolút bizonyossággal, hogy ezen hite alapján több millió embert szinte halálra ítéltek, mert nincs mit tenni. Mi lenne, ha teljesen hibás lenne a következtetésük? Nem tagadható, hogy vannak kiterjedt folyamatok. Természetesen egy pillanatra sem kételkedem, és könnyű bizonyítani. De mik azok a kiterjedt folyamatok, amit korábban agydaganatoknak hittek, azok hámerigócok voltak, amelyek korrelációban, összefüggésben voltak a különböző karcinomákkal, amelyek legtöbbször a testben nem is észleltek. Az elmúlt években sok agydaganatot mutattam be ilyen módon, de nem fedeztem fel egyetlen hiteles agydaganatot abban az értelemben, ahogy mi eddig megértettük. Közelebbről megvizsgálva látjuk, hogy mindig hámerigócok voltak. Képes vagyok előre látni őket a konfliktus megoldásától. Leggyakrabban hámerigóc körül volt a perifokális ödéma, amely koronária karcinómát vagy intrabronchiális karcinómát okozott szervi szinten. Természetesen kiterjedt tüneteket okoztak az artéria cerebri média elváltozásai és elhajlásai is, a megnövekedett koponyaűri nyomással és minden olyan klinikai tünettel együtt, amelyet a rendszer rendszerint az agytumor létezéséhez szükséges kritériumnak tekintett. De mit látnak a patológusok, amikor megállapítják a diagnózist? Az agydaganatot? Az atipikus agyszövetet? Valójában látni atipikus szövetet. Lásd, még a hámerigóc helyétől függően ödémával járó gócban van néhány fajta agysejt, olyanok, mint az asztrociták, oligodendrociták, glioblastok, csak hogy néhányat említsünk. És ezek a sejtek, amelyeket a patológusok találtak egy hámerigóc perifokális ödémájával, ami valóban a szokásostól eltérő. Vagyis, ha egy patológus lát atipikus sejteket, és klinikai kollégája ebben az esetben neuroradiológussal és idegsebésszel előre közli, hogy ez egy expanzív folyamat volt a saját szemszögéből, a patológus diagnózisa egyértelmű lesz. Agydaganat. De reflektáljunk erre. Mi történik a hámeri gócban az időfüggvényében? Az átétekkel a beteg prognózisa felgyorsul. A legtöbb esetben a betegek túlnyomó többsége pánikba esik, amikor ez a diagnózis, hogy agydaganat. Ezután kerekfoltok lesznek a tüdőben, és nem élnek sokáig. A hámeri góc megjelenése önmagában egy teljesen örömteli esemény, amely valójában azt jelzi, hogy a konfliktus megoldódott, és hogy egy karcinoma megszűnt a szervezetben. De azt is láttuk, hogy ha a gyógyulási fázis minimális, akkor ez halálhoz vezethet. Pontosan ez a probléma, amelyet az idegsebészek és az ideggyógyászok eddig tettek, mert megpróbálják eltávolítani a hámerigócot a perifokális ödémájával, vagyis a gyógyulási fázis így meg lesz szakítva. Szolgál ez valamilyen célt? Bizonyos esetekben kétségkívül. Az agy bizonyos térfogatának extirpációja, kiirtása, eltávolítása gyakran az oldalsó kamrák megnyitásával és az LCR, vagyis az agyvelői folyadék áramlási útvonalának blokkolásával visszatartja a kiterjedt folyamatot. De miért hal meg a legtöbb beteg? Négy válasz lehetséges. A. Ha több agyi góc található az agy különböző részeiben, azt mondják, hogy a daganat tovább fejlődött és metasztatizált, és ezt állítólag felfedezték. B. A beteg félt, mindig elveszettnek érezte magát, és a tüdején kerekfoltok jelentek meg. De ha a koponyát lezárták, C válasz, ha a koponyát lezárták, a perifokális ödéma ismét megismétlődött a duzzadás miatt, és megerősítették, hogy a daganat tovább szaporodik. Mivel alapvetően csak elnyomták a tüneteket, míg az okát ennek a tünetnek nem ismerték, és a gyógyítási fázisban az ödéma ismét folytatódott a hámerigócban és körülötte. D. Ha emellett megtalálták a primér daganatot is, ez volt az, amiért a beteg úgy érezte, hogy a sorsa megpecsételődött. Ezzel szemben vannak meningeális tumorok, melyeket membránok, hártyák
vesznek körül, mindig is ismert volt, hogy ezek a meningiómák nem áttétek. Ezek a jóindulatú meningiómák általában olyan mértékben nem növekednek, hogy összenyomják a környező agyszövetet, és szükségessé váljon a műtét. Nagyon szépen köszönöm a Réka közreműködését, mert itt most gyakorlatilag a Hámer doktor munkáiból olloztuk össze a mondanivalónkat. Szóval ott tartottunk, hogy a helyreállításra kapcsolt a biológia, de azonban ez még nem minden. A páciensnek most már gyenge pontja van a pszichés konfliktus hegében, mely úgy szólván az ő lelki Achilles sarka. Ezzel az értelmezéssel az is világossá válik számunkra, miért vannak a gyógyulás korai fázisában a becsapódó konfliktus recidíváknak olyan pusztító következményei. Hiszen a régisebb mindhárom szinten teljesen felszakad, újra és újra. Gyakran előfordul, hogy a beteg még eléri a második gyógyulási fázist, a hegesedési fázist, de a kiújult ödéma túl nagy terhet ró az agyra, így az nem képes többé részt venni a folyamatban. Különösen, ha ezen kívül a szindróma is jelen van, a vesegyűjtő csatorna szindrómáról beszélünk, részleteket a veséről szóló webkonferenciában tudhatunk meg. A kemó vagy a sugárterápia nagyjából láthatóvá teszi, hogy mit okozhat egy konfliktus recidíva. A gyógyulás megreked, és a duzzat relé visszahúzódik. Az ödéma eltűnt, de a hámeri góc ezáltal közel sem gyógyult meg. Ez a katasztrofális úgynevezett harmonika effektus. Mivel a folyamat a hámeri gócban is körülötte sem gyógyult meg, csupán mesterségesen le lett blokkolva, állítva, a szervezet megpróbálja a kemoterápia vagy sugárterápia után azonnal elindítani a megmaradt gyógymódját, tehát a hámeri gócödémával való feltöltését, amit azt az imént is hallottuk Rékától. A szinapszisok, az idegsejtek kapcsolatai újra és újra széthúzódnak, utána a következő kemói sugárzás alkalmával újra összezsugorodnak. Az értelmetlen játék addig folytatódik, amíg a szinapszisok szét nem szakadnak. A hámeri góc ödémája vagy a glia mindig azt jelenti, hogy egy külön program befejeződött a szervezetben, és be kellett fejeződnie a konfliktus megoldásnak is. Sokan, akik abban a szerencsében részesültek, hogy a tévesen agydaganatként diagnosztizált rákos folyamat maradványait soha nem fedezték fel náluk, évtizedekig éltek együtt csekély agyi zavarokkal vagy ezek nélkül. Az orvosok a paralízis, bénulás kivételével a rák legtöbb agyi folyamatát csak a megoldási fázisban ismerik fel. Ez nem meglepő, hiszen csak ebben a stádiumban alakul ki a gyógyító ödéma, és ezek által úgynevezett térfoglaló folyamatokká válnak. Ez a térfoglaló folyamatot pedig tumor kritériumként értelmezték félre. Ez valóban tumor a duzzanat eredeti jelentésének megfelelően, de nem rák vagy metasztázis. Különösen fontos tudatában lennünk annak, hogy a hámeri góc intra és perifokális ödémája. Az intra az azt jelenti, hogy benne, tehát belül, a peri az pedig igen, körül, tehát a gócon belüli, itt mutatom, és a hámeri gócon kívüli ödémája, tehát az gyakorlatilag ideiglenes jellegű a gyógyulási fázisban. Ha szemügyre veszük a hámeri gócot a gyógyulási fázis végén, itt láthatjuk ezen a képen egy ilyet láthatunk. Igen, világosabb is, mint az előbbi. Megállapíthatjuk, hogy a térfoglalásnak nem marad nyoma, nincs metasztázis. Jelenleg az agysejtek közötti tereket gliasejtek töltik ki, és láthatóan helyreállítják azt. Ami az elektromos működésben a konfliktus fennállása során a szimpatikotóni által meghibásodott. Tehát az agysejtek közötti tereket gliasejtek töltik ki, láthatjuk. És a láthatóan helyreállítják azt, ami az elektromos működésben a konfliktus fennállása során a szimpatikotónia által meghibásodott. Ekkor gyakran elegendő egy embertársunk meggondolatlan szava, egy orvosé, vagy baráté, akit a beteg kompetensnek tart, hogy a pácienst a reménytelenség és a pánik legmélyebb szakadékába taszítsa, ahonnan nehéz kijutni külső segítségével, önerőből pedig még kevésbé. A kérdés, lehetséges-e, hogy lényegében mindez azonos folyamatot takar a stroke, az agyvérzés, az agyciszta, az agydaganat, a meningeoma,
hiperdens, vagyis nagysűrűségi és hipodens kisűrűségű gócok vagy területek és az összes tisztázatlan agyduzzanat? A válasz, néhány kivételtől eltekintve, igen. Természetesen vannak olyan viszonylag ritka egy-egy esés következtében kialakuló szubdurális hematómák, vagyis vérzések a duramáter kemény agyhártya és a pókhálóhártya arachnoidea között. És természetesen létezik meningitis, a piamáter, vagyis lágyagyhártya gyulladása, és agyvelő gyulladás, például sérülés és sebészi beavatkozás után, és természetesen esetenként előfordulnak tömeges vérzések is az agyban. Azonban ezektől a kivételektől eltekintve, amelyeknek aránya legfeljebb 1%, az egyéb belváltozások az agyban, különböző stádiumban lévő hámeri gócok különböző helyeken a konfliktus időtartama után vagy közben. Az úgynevezett stroke agyi szinten mindössze annyiban különbözik mondjuk egy szívrohamtól, hogy az agyi folyamat a gyrus precentralisig, előső központi tekervény, tehát a koponyatető alatti motoros mozgató központig kortikálisan felfelé terjed. Itt láthatjuk a motoros kérget kék színnel jelölve. Ezáltal tehát a bénulás áll az előtérben, amely ideiglenes lesz, ha nem csapódik be új DHS. A bénulás egy működés blokkolása konfliktus aktív szakaszban, ami egy motoros konfliktusra alakul ki, és a hámeri góc az előső központi tekervényben lesz. Megjegyzem, erről a bénulásoknál és az izmokról szóló webkonferencia előadásban hallhatunk részleteket. A harmadik biológiai természettörvény rámutatta arra, hogy a sejtek túlszaporodását vagy sorvadását a konfliktus aktív szakaszban az határozza meg, hogy az egyetfejlődés során melyik csiralemezből származnak. A konfliktus megoldása után az aktív szakaszban tapasztaltak fordítottja fog megtörténni, vagyis lebontjuk a feleslegessé vált sejteket, és visszaépítjük a lesorvasztott sejteket, vagy helyreállítjuk a működést. A bénulás például meggyógyul. A glia sejtek a konfliktus megoldási fázisában szaporodnak. 1987-ben az embriológia és a magatartás kutatás alapján sikerült megtalálni a Hammer doktornak a harmadik és a negyedik biológiai természettörvényt. A betegségek kialakulásának megértése az egyetfejlődés ismeretében rejlik. És ezt a képet minden webkonferencián kivetítjük, mert Hammer doktornak ez a rajza pontosan utal arra, hogy melyik csiralemezből milyen szervünk, milyen szövetünk fog kialakulni. Aki többször volt már webkonferencián, remélem velem együtt tudja, hogy a belső csiralemezből, amit itt sárga színnel látunk, kialakulnak azok a szerveink, szöveteink, amelyek a túléléshez szükséges feltételeket biztosítják. Az agytörzs irányítja. És mivel a túlélésünkhöz víz, levegő és táplálék kell, ezeket falatkonfliktusoknak hívjuk. Tehát ha meg kell kapnom a falatot, a vizet, a levegőt a túlélésemért, akkor konfliktus aktív szakaszban szaporítani fogom ezeket a sejteket. A megoldásban gyulladásos folyamatok következtében lebontom. A tápcsatornában, a tüdőben, avagy a vesében. Ide tartozik még a fény és a hangfalat konfliktus is. A középső csiralemez, mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja. A kisagy az, ami a támadással, bemocskoltsággal, gondozással kapcsolatos érzéseinkre, félelmeinkre fog reagálni. Mindig sejtet szaporítunk, itt is először, majd a megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket. Az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között. Ezért a vélt vagy valós támadás is az írha vagy a burkok megvastagodásához vezet. A gondozási konfliktus pedig annyit jelent, hogy túlzásba vittem az aggódást egy szeretett lény miatt, és nem egyéb miatt. Egy szeretett lény miatt. Mert akiért aggódunk, azt biológiailag úgy tudjuk megmenteni, ha tápláljuk. És a tápláláshoz természetesen biológiailag mit tudunk tenni? Tejet kéne adjunk annak, akit táplálunk. Azt mondtad, hogy az aggódási konfliktus
tárgya, jobban mondva ez egy kicsit blöd megfogalmazás, hogy tárgya, hanem főszereplője mindig egy élőlény. Lehet ez egy kiskutya, egy kedvenc cica, valami, valaki olyan, amit én valakinek Igen, tekintek. igen, természetesen, hogy a kedvenc háziállat is el tud indítani aggódást, de el tud indítani halálfélelmi konfliktust is bennem, és akkor viszont tüdőszövet szaporulattal fogok rá reagálni, ami ugye endodermális válasz. Mert ugye mindig, ahogy kivetítettem, az egyetlen valóság a saját megélésem. És mindig egy szeretett élőlényért való aggódás lesz az, ami az adott oldalon elindítja a tej-mirigy állománynak a szaporulatát. Vagyis itt jön szóba a kezesség kérdése. A jobbkezesnek a jobb oldal a partner oldal, a balkezesnek a bal oldal a partner oldal. Tehát a kezesség maga partner oldalt jelenti. Így van, az ellenoldal pedig az anya-gyerek oldalt jelenti, vagyis azt a szeretett élőlényt, akit úgy imádok, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. Tehát ez is bizonyítja, hogy a szeretet számít, és nem a genetikai származás. Azokat a félelmeinket, amelyek az önleértékelésről szólnak, azokat a következő agyi relé, a fehér állomány reléi rögzíték. A biológiai válasz, a szervi szintű válasz a mozgás szervekben fog létrejönni. És mivel az önleértékelés önpusztítást jelent, ez azt jelenti, hogy a mozgással kapcsolatos szöveteinket fogjuk konfliktus aktív szakaszban bontani, megoldási szakaszban, gyulladásos folyamatok következtében visszaépíteni. A mozgáshoz szükséges ugye a csontrendszer, amit itt láttunk ábrázolva középen, a csontokat összekötő ízületekre, inakra, szalagokra, a csontokat elmozdító izmokra, az izmokat ellátó erekre, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, és a zsírszövetre, kötőszövetre, ami plusz energiát nyújt a mozdulathoz. Tehát ez az öt szövet lesz az, amit az önleértékelés során lebontunk, majd visszaépítünk a konfliktus megoldása után. A külső csiralemez ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja. Az agykéreg az ektoderma sejtjeiben is először sejtszintű sorvadást indít el, a megoldásban pedig visszaépítést. A sejtszintű sorvadást leginkább az elválasztási konfliktusban tudjuk megtapasztalni, még külsőleg is. Mert ugye az elválasztódás következtében sorvad a felhám, a legfelsőbb része a bőrünknek, és ennek látható következményei lesznek, mondjuk vitiligó. A megoldásban viszont visszaépül a lebontott sejtállomány, és természetesen gyulladásos körülmények között, és a program megoldódott. Szintén a sejtek bontásával és építésével segít az agykéreg a birtokkonfliktusok megoldásában, illetve az agykéreg képes működésváltozással is a túlélésünket biztosítani. És itt jön a mozgatórendszernek a blokkolása, amint azt az előző képen már mutattam. Ugye itt van a mozgató központ az előső központi tekervénynél. Aztán a jövőből érkező félelmek, azok mindig a homlok lebenybe fognak becsapódni, a múltból érkező félelmek pedig a látóközpontot fogják érinteni. Tehát ide érkeznek az összes érzékszervekből is azok az információk, amelyek aztán megfelelő érzetté fognak alakulni. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktor elmondja, hogy a bennünk élő mikrobák is az egyetfejlődés szerint működnek, vagyis a gombák és a gombabaktériumok mindig csak az endodermális és régi mezodermális szöveteket bontják, a baktériumok és a vírusok az új mezodermális és ektodermális programoknál segítkeznek. És következik a lényeg megértésének törvénye. A germán gyógytudomány nem résztudomány, amely mindössze a konfliktus megoldása korlátozódik, hanem egy átfogó orvoslás, amely lélek, agyszer szinten is nyomon tudja követni a betegség lefolyásának minden lépését. Azonban a germán gyógytudomány
Gyógyszeres kezelés csak a természetes gyógyulási folyamat komplikációinak a mérséklésére vagy elkerülésére alkalmaz. Például egy páciensnek kortizont adunk, ha túl nagy az agyi duzzanata, hogy túlélje a gyógyulási fázist. Ha csak nincs szindrómája, mert akkor a kortizon ellenjavat. A DHS a rák vastörvényének az alapja, mindenféle diagnosztika meghatározó és fordulópontja. A rák vastörvényének alkalmazásával az orvostudomány és a biológia magától rendeződik. A valóságban minden ember egy archaikus, biológiai irányító áramkörök alapján érez, a konfliktusokat szintén biológiai szintén érzékeli. Ha eddig a betegségre valamiféle ellenségként, sőt gonoszként, Isten büntetéseként tekintettünk, most a szervezetünk értelmes, átmeneti változásként tekint rá, amely mindhárom szinten lélek vagy szerv szinten zajlik, ami alapjában véve a szervezetünk. Egyik szint sem működik a másik nélkül, mindig minden egyidejűleg történik. Lélegzettel állító szinopszis. Eddig tartott Hammer doktor eredeti írásának az idézete. És leszögezhetjük ezek után, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez. Ugyanis rámutatta arra, hogy a betegségek nem függnek azoktól a statisztikai tényezőktől, amelyek alapján besorolják a különböző rizikófaktorokat. Nem ezektől a dolgoktól függnek, hanem a fel nem oldott érzelmektől, a megrázkódtatások számától. Függ attól, hogy melyik van konfliktus aktív, melyik van megoldási szakaszban. Nyilván, hogy a gyógyulási szakasz tünetei attól függnek, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív fázis, illetve elakadt-e az egész folyamat, és policiklikus lefolyást mutat, vagy éppenséggel függő gyógyulást. A konfliktusokat halmozhatjuk is, és a meg nem oldott konfliktusok befolyásolják a személyiségünket, a viselkedésünket, sőt, a hangulati változásainkat is. Tehát a fel nem oldott lelki-érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával valóban az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. Jelzem, Hammer doktornak több mint 30 ezer konzultációja volt, amiután bevonták a működési engedélyét 1986-ban, és csak annyit mesélt el minden betegnek, hogy mi a konfliktusnak az alapja. A megoldást azt a betegnek kell hoznia, azon a szinten, ahogy ő meg tudja oldani. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Olyan cikkeket olvasni orvostudományi szaklapban, hogy a bemutatott tudományos dolgozatok reprodukálhatósága alig 10%, vagyis nem tudják megismételni máshol azt, amit egy másik ponton leközöltek. Bocsánat, de nem pont ettől tudományos valami, hogy ugyanarra az eredményre jutok a világ bármelyik pontján, és végzem el ugyanazt a kísérletet? Ez a tudományosságnak az alap ismérve, hogy reprodukálható. És a germán gyógytudomány 100%-ban reprodukálható, ugyanis valakinek a halálfélelmi konfliktusa lesz, mindegy, hogy az önmaga halála, vagy más halála miatt mindig tüdőszövetszaporulattal fog rá reagálni, függetlenül attól, hogy a földgömbnek melyik sarkán él. És összehasonlítható, mert ezek a történetek minden egyes esetben ugyanúgy zajlanak le. Nincsen úgy, hogy egyeseknél így, másoknál meg úgy. És ha tudjuk a konfliktus pillanatát, és hogy meddig tartott a konfliktus aktív szakasz, előre jelezhető, hogy mikor lesz a megoldás. Tehát nem statisztika, nem állatkísérlet, és nem egyéb dolgok szükségesek, hanem ezek teljesen feleslegesek. Az embriológiára és az öt természettörvényre épül. Ezek empirikus törvények, senki még megcáfolni nem tudta tudományosan. Hogy a világsajtó mindenfélét elmondott Hammer doktora, az kitalálható, hogy vajon miért. Kinek árt az, ha az emberek önerejükből a betegségük kialakulásának és lefolyásának
az ismeretével meggyógyulnak. Kinek árt ez, és kinek használ? Tehát, akinek nagyobb hasznot hoz, hogy betegek maradjunk. Vagy szedjem a gyógyszert egy életen át. Na most, ha érzelmileg nem tudom megoldani a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább okosan. Vagyis ez azt jelenti, hogy megmaradnak a sinek, és az állatok ösztönösen kerülik a sineket. Egy kutyát nem lehet még egyszer abba az utcába végig sétáltatni, ahol egy nagy kutya már rátámadt és majdnem széttépte. Ezen az utcán csak ölben hajlandó végigmenni. Az ember viszont egyszerűen nem vesz tudomást a konfliktusairól. Nincs jelen a pillanatban. Még mindig a múlt dolgait írja le. Hogy 15 évvel ezelőtt, hogy 28 évig, nem tudom milyen rossz házasságban éltem, de könyörgök. A mai nap is erről szól? Amíg behozzuk a múlt érzéseit, emlékeit a pillanatba, addig itt a pillanatban arra fogok még mindig reagálni, ami valójában már nem létezik. Mert az egyetlen valóság az itt és most. A biológiám erre reagál, de ha a múlt szomorúságát hozom be most, akkor arra most a biológiám reagálni fog. A jövőtől való félelemre hangolódok rá érzelmileg most, akkor már most fogok erre biológiai választ adni. Tehát megoldás, jelen kéne lennünk a pillanatban, arra figyelni, ami éppen előttünk van, és érzelmileg lezárni minden napot békével és hálával.